Jó napot kívánok, sziasztok! A nevem Geváld Julia és az Apácai Csere János Elméleti Liceum informatika tanára vagyok. A mai nap a részleges rendezésről, illetve az összefésülésről fogunk tanulni, illetve néhány feladatot fogunk megoldani. A belső rendezés alatt egy ennelemet tartalmazó töm növekvő vagy csökkenő sorrendbe való rendezését értjük. A, ezeket eddig már tanultátok. A részleges rendezés az bizonyos tulajdonságú elemek elrendezése vagy átrendezése. Nézzünk egy feladatot. Rendezzük növekvő sorrendbe egy ennelemű természetes számokból álló sorozat teljes négyzeteit, anélkül, hogy megváltoztatnánk a többi elemet. Itt láttuk egy példát, hogyha ennegyenlő 8 és a tömb elemei 9, 15, 16, 4, 5, 1, 7 és 9, akkor nézzük, hogyan is gondolkodunk. Minimum kiválasztásos rendezéssel egyszer rendezzük azokat az értékeket, amelyek teljes négyzetek, a többi érték pedig a helyén marad. A 9, mivel teljes négyzet, ezért erre a pozícióra keresünk egy legkisebb teljes négyzetet, nyilván ami utána következik, meg is találjuk az egyest, és ezzel ki fogjuk cserélni. A következő teljes négyzetünk a 16, ezt kicseréljük a 4-es értékkel, mert ez az utána következő legkisebb teljes négyzet. Ezután újra a 16-ot fogjuk cserélni egy utána következő legkisebb teljes négyzettel, és újra a 16-ot a 9-essel, és ezáltal a sorozatban található teljes négyzetek növekvő sorrendben lettek rendezve, és a többi elem a helyén maradt. Nézzük az algoritmusát minden algoritmus, amit írni fogunk, amit látni fogunk, az pseudokodban lesz megírva, ugyanis van, aki pascal van, aki C-be, c ba tanulja, ezért ez az általános. Egy megjegyzésem lenne, a tömb elemeit mindig nullától fogjuk sorszámozni. Ennek az algoritmusnak a bonyolultsága ON z Nézzük akkor a működését. Végig megyünk az elemeken az elsőtől az utolsó előtti értékig, és ellenőrizzük, hogyha az ijedik elem teljes négyzete. Ha teljes négyzet, akkor megőrizzük a pozícióját a miniváltozóba, és az utána következő közül keressünk egy nála kisebb teljes négyzetet. Hogyha az az i plusz egyedik pozíciótól kezdve itt uh, megkapjuk a teljes négyzetet, akkor ezt a mini változóba uh, megőrizzük ennek is a pozícióját. Hogyha az i pozíció után találtunk egy nála kisebb teljes négyzetet, akkor a, kért értéket, a két értéket kicseréljük egymás közt. Ha az ilyedik pozíción levő érték nem teljes négyzet, akkor az első minden ciklus egyszerűen csak tovább megy. Egy másik fajta részleges rendezés az elemeknek az átrendezése egy sorozatba, vagyis adott tulajdonságú elemek legyenek a tömb elején, és egy másik tulajdonságú pedig a tömb végén. Nézzünk egy feladatot! Adott egy n egész számokat tartalmazó tömb, rendezzük át a sorozat elemeit úgy, hogy a páros elemek legyenek elől, a páratlanok pedig hátul. A páros és páratlan elemek egymás közötti sorrendje tetszőleges lehet, a tömbben van legalább egy páros és legalább egy páratlan érték. Nézzük, hogy hogyan gondolkodunk. Ugye elindulunk a tömb két végétől, és amíg az elején páros értékeket találunk, addig csak egyszerűen tovább megyünk, majd megállunk az első páratlan értéknél. Amíg a végén a páratlan értékeket találunk, addig megyünk a tömb eleje fele, és megállunk az első páros értéknél. Ha az elejéről induló pozíció nem haladta túl a végéről jövőt, akkor ezt a két értéket kicseréljük egymás közt, és mindezt addig ismételjük, ameddig az elejéről induló index túlhaladja a végéről jövőt. Akkor nézzünk egy példát. A, itt látható egy tömb, értékei 3-8-1-4-5-2-7 és 9, és látjuk, hogy indulunk is a két szélétől. A, mivel a hármas az páratlan, itt meg is állunk, nem megyünk tovább, és a jével, ugye, mivel ott páratlan értéket kapunk, jövünk visszafele, a hetes is páratlan, szóval jövünk a tömb eleje fele. Mivel a mínusz kettő páros, ezért itt is megállunk, és ugye az i az kisebb, mint a j, tehát nyugodtan kicserélhetjük őket egymással, és tovább is megyünk az i-vel és a j-vel. Ugyanezt az algoritmust fogjuk folytatni, a mínusz 8 az a páros érték, tehát mehetünk tovább, az egyes es az páratlan, tehát itt megállunk. A jével folytatjuk a műveletet, a, a az ötös az páratlan volt, tehát visszafele jöttünk, és a négyes az páros, tehát megállunk. Mivel az i az még mindig kisebb, mint a j, ezért a két értéket ki fogjuk cserélni egymás közt, és tovább megyünk az i-vel és a j-vel. Nézzük, hogy most mi történt. Az i az túlhaladta a jét tehát vége az algoritmusnak, és láthatjuk azt, hogy ugye a tömb az két részre oszlott, ugye az első felébe lettek a páros értékek, a második felébe pedig a páratlanok, tehát befejeztük. Nézzük az algoritmusunkat, itt is a tömböt nullától sorszám ennek a bonyolultsága n, ugyanis o ugyanis csak egyszer megyünk végig a tömbön, ugye a két végétől visszafele, tehát a fele Indulunk Ível a tömb elejéről és Jével a tömb végéről, a, amíg nincs átrendezve a tömb, addig. Amíg a tömb elején páros értékeket kapunk, addig tovább megyünk az Ível, és amíg a tömb végén páratlan értékeket kapunk, visszafele jövünk a Jével. Na most, hogyha az i még kisebb, mint a j, ez azt jelenti, hogy az i-edik páratlan és a j-edik ellen páros, tehát nincsenek jó helyen, meg kell cserélni őket. Mivel az i-edik pozícióra egy páros érték kerül, ezért tovább is mehetünk az i-vel, hogy átugorjuk ezt az értéket, és a j-edik pozícióra biztosan páratlan érték kerül, tehát itt is visszafele jöhetünk a j-vel, és átugorjuk ezt az értéket. A ciklus akkor áll meg, hogyha az I az nagyobb lesz, mint a J, tehát túlhaladják egymást. Ha a feladat szövege azt mondta volna, hogy, vagyis nem mondta volna, hogy biztosan van legalább egy páros és legalább egy páratlan száma sorozatban, akkor az algoritmus a következőképpen módosulna. Ahhoz, hogy ugye az I-vel, amely a, a tömb elejéről jön, ne lépjünk ki a tömb végén, egy újabb feltétel kell nekünk, az, hogy az i az legyen kisebb, mint a j, tehát csak addig megy az amik ciklusa, ameddig az i az kisebb, mint a j, és nyilván páros értékeken keresztül megyünk. És ugyanezt csináljuk a j-vel, ott meg a tömb elején vigyázzunk arra, hogy hogy kilépjünk a, a tömbből. Egy javasolt feladatot szeretnék nektek küldeni adott egy maximum 100 egész számot tartalmazó egydimenziós tömb, amelynek elemei legfeljebb négy számjegyűek, valamint n a tömb elemeinek száma. Ír programot, amely átrendezzi az egydimenziós tömb elemeit úgy, hogy az összes, az összes nulla elem a tömb végére kerüljön, és a nullától különböző értékek egymás közti sorrendje tetszőleges lehet, írt ki az így kapott tömböt. Itt láthatok egy példát is, hogyha a tömb elemei 12, 0, 0 minusz -3, minusz -8 és 0, akkor az átrendezés után egy lehetséges érték a 12, minusz -3, minusz -8, és a nullások vannak a végén. Ez a 2009-es érettségi tételből egy feladat. Nézzük, mit jelent az, hogy külső rendezés. Ha a rendezendő adatok száma nagyon nagy, és nem férne el a számítógépünk belső memóriájába, akkor az eddigi rendezési algoritmusokkal nem tudnánk elrendezni, ezért ezeket az adatokat kisebb részekre kellene osszuk, ezeket a részeket rendezzük, majd a rendezett részeket összefésülnénk. Így kapnánk meg a rendezett tömböt. A továbbiakban két rendezett tömb összefésüléséről fogunk beszélni, persze a módszerünk általánosítható több rendezett uh, sorozat összefésülésére is. Egy feladatot nézzünk, adott két növekvő sorrendben rendezett tömb, az elsőnek N-darab eleme van, a második pedig M-darab elemből áll, fésüljük őket össze egy harmadik növekvő sorrendben rendezett tömbbe. Nézzük a módszert. Elindulunk a két tömb elejéről, és összehasonlítjuk ezt a két értéket. Uh, hogyha a, az elsőben kisebb értéket kapunk, akkor azt tesszük be az új tömbbe. Ha másodikban kapunk kisebb értéket, akkor nyilván azt fogjuk betenni. Mindezt addig fogjuk ismételni, ameddig uh, valamelyik tömb uh, végére nem értünk. Mikor valamelyik tömb végére értünk, akkor egyszerűen a másik tömbből csak bemásoljuk ezeket az értékeket az eredmény tömbbe, és kész is az összefésülés. Nézzük akkor uh, példán keresztül. Hogyha a n egyenlő 6 és m egyenlő 4, az első tömnek 6 eleme van, másodiknak pedig 4. Látjuk azt, hogy növekvő sorrendben vannak ezek az értékek, és amint mondtam, indulunk a tömb elejéről, a két tömb elejéről, mivel az egyes és a kettes közül az egyes a kisebb, akkor ezt fogjuk betenni az eredmény és itt megyünk tovább. Most a kettes a kisebb, azt tesszük be, és ott megyünk tovább. Nézzük meg a, a következő lépést. Most ugye ugye a két négyes egyforma, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az egyiket betesszük, ami példánkban az első tömbből fogjuk betenni az értéket, és ott fogunk tovább menni de látjuk azt, hogy most a második négyes a kisebb, tehát azt fogjuk betenni, és ott megyünk tovább, most az ötös a kisebb, aztán most megint egy olyan esetnél vagyunk, ahol a két érték egyenlő, hogyha az első esetben az első tömbből tettük be az értéket, akkor most is onnan fogjuk betenni, és ott fogunk tovább menni most a második tömbben levő hatosa kisebb, azt tesszük be, és ott megyünk tovább. Látjuk, hogy vége lett a második tömbnek, tehát az összes megmaradt értéket az első tömbből egyszerűen csak átmásoljuk az eredmény tömbbe, és vége az algoritmusnak. A T3-ba, a harmadik tömbbe növekvő sorrendben lettek rendezve az értékek. Nézzük az algoritmust hozzá! Itt is a tömb elemeit nullától sorszámozzuk, ennek a O ON plusz M. Végig kell menjünk mindkét tömbön. Ível indulunk a T1 tömb elejéről, és jével a T2 tömb elejéről. A P változóba fogjuk tárolni az eredmény tömb elemeinek a számát. Amíg nem értünk valamelyik tömb végére, addig, ha az első tömbben találunk kisebb vagy egyenlő értékeket, akkor betesszük az eredmény tömbbe, és nyilván tovább megyünk. Hogyha a második tömbben találunk kisebb értékeket, akkor azokat tesszük az eredmény tömbbe, és ott fogunk tovább menni. Mindezt addig ismételjük, amíg valamelyik tömb végére nem értünk. Amikor valamelyik töm végére értünk, akkor uh, nyilván be kell másoljuk a, az egyik tömbből, amelyik még, amelyiknek még nem értünk a végére, az összes értékét a sorozatba. Uh, tehát a két amig-ciklus közül biztosan csak az egyikbe fog bemenni, és ezt fogja végrehajtani ha az első tömbbe maradtak még értékek, akkor onnan másolja az összes megmaradt értéket az új tömb végére, ha pedig a második tömbbe maradtak értékek, akkor nyilván onnan fogja bemásolni. Az új tömbünknek P, vagyis N plusz M darab eleme lesz. Ha a feladat azt kérné, hogy az ismétlődő elemeket csak egyszer tegyük be az új tömbbe, akkor a következőképpen változna az algoritmusunk. Csak akkor tesszük be valamelyik tömb elemét, hogy a szigorúan kisebb a másik tömb eleménél. Ha az értékek egyenlőek, akkor csak az egyiket tesszük be, Viszont mindkét tömbben tovább fogunk menni, ekkor az új tömb elemeinek száma itt is P lesz, ami viszont kisebb vagy egyenlő, mint N plusz M, ugyanis az ismétlődő elemeket csak egyszer fogjuk betenni. Nézzünk egy feladatot adott egy növekvő sorrendben rendezett tömb, amelynek n darab egész típusú eleme van, és egy csökkenő sorrendben rendezett tömb, amely m darab egész típusú elemből áll. Írjuk ki azokat a hárommal osztható számokat növekvő sorrendben, amelyek mindkét tömbben szerepelnek. Nézzük a példát. Hogyha n egyenlő 8 és m egyenlő 7, az első tömb elemei –6, –3, 3, 5, 7, 12, 14 és 19, ezek látjuk, hogy növekvő sorrendben vannak, a második tömb elemei pedig 24, 19, 12, 5, 3, –2 és –6, itt is látjuk, hogy ezek most csökkenő sorrendben vannak rendezve. Csak a közös hárommal osztható elemeket kell betegyük az eredménybe, és ezek a mínusz 3, 3 és 12, és ezeket növekvő sorrendbe kell betegyük. Látjuk, hogy az első tömb azért még tartalmaz a hárommal osztható elemet, mint például a mínusz 3, és a második tömb is tartalmazza a 24-est is, de ezeket, mivel nem közösek, nem tesszük be az eredmény tömbbe. Nézzük a megoldást! a tömbök elemeit beolvassuk ennet és emmet, majd a tömböket is, ezt biztosan meg tudjátok csinálni, ezt, ezért ezt ki is hagytam. Az első tömb elejéről indulunk, és a második tömbnek pedig a végéről fogunk indulni. Ha valamelyik tömbelem kisebb, akkor azt csak átugorjuk, és ha viszont a két érték egyenlő, és még hárommal is osztható, akkor kiírjuk ezt az értéket, és mindegy, mind a két tömbben tovább fogunk menni. Ha valamelyik tömb elfogyott, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem találunk közös hárommal osztható elemet, tehát leállhat az algoritmus. A végén viszont ellenőrizzük, hogy ha nem volt egyetlen közös hárommal osztható szám sem, akkor kiírunk egy megfelelő üzenetet. Nézzünk egy következő feladatot, ez a 2017-es próba érettségi tételből származó feladat. A bakin állomány első sorában két természetes szám M és N található a 2.14-en intervallumból, a második és harmadik sorába pedig egy M, illetve egy N darab természetes számot tartalmazó sorozat 0.19-en intervallumból, szigorúan növekvő sorrendben rendezve. Egy soron belül a számok egy-egy szóközzel vannak elválasztva. Jelenítse meg a képernyőn szigorúan csökkenő sorrendben azokat a páros számokat, amelyek megjelennek a két sorozat egyikében. A megjelenített számok egy-egy szóközzel legyenek elválasztva. Ha nem létezik egyetlen ilyen érték sem, a képernyőre a nincs ilyen érték üzenet kerüljön kiíratásra. A kért értékek meghatározására használjon egy futási idő szempontjából hatékony algoritmust. Például, ha az állomány a következő számokat tartalmazza, 5 az első sorozat elemeinek száma, 6 pedig a második sorozat elemeinek száma. Az első töm tartalmazza az 1, 4, 8, 9, 10-es értékeket, látjuk növekvő sorrendben vannak. Második töm tartalmazza a 2, 4, 10, 12, 15 és 18-as értéket, akkor a képernyőre a 18, 12, 10, 8, 4 és 2 értékek lesznek kiírva. Nézzük az első megoldási módszert, itt két módszert hoztam nektek. A sorozatok rendezettek, tehát az első dolog, ami eszünkbe jut, az, a, az az összefésülés algoritmusa. Mivel csak páros értékekre van szükségünk, akkor az első sorozatból csak a páros értékeket tesszük tömbbe, a második sorozatot az összefésülés során fogjuk beolvasni az eredményt muszáj tömbbe tegyük, mert ugye, ha növekvő sorrendbe tettük be ezeket az értékeket, nekünk csökkenő sorrendbe kell, tehát akkor az eredmény tömbből hátulról visszafele haladva fogjuk kiírni az eredményt. Ez az algoritmus futási idő szempontjából azért lesz hatékony, mert a kiolvasással párhuzamosan meg is szerkesszük az eredmény tömböt. Nézzük a megoldást. Beolvassuk a sorozatok elemeinek számát, ez az M, illetve N lesz, majd az első sorozat páros értékeit betesszük a T1 tömbbe, az első tömb elemeinek száma így M1 lesz. Itt látható a hozzátartozó algoritmus. m 1 kezdetben nullára állítjuk, majd sorra olvassuk az első sorozat elemeit, és csak a páros értékeket tesszük a tömbbe. A végén az M1 tartalmazni fogja az első sorozat páros értékeinek a darabszámát. Nézzük az algoritmust akkor, az összefésülést, ível indulunk az első tömb elejéről, és jével számoljuk, hogy a második tömbben hányadik elemnél tartunk. Az x változóba beolvassunk egy értéket a második sorozatból. P az új tömb elemeinek száma lesz, ez kezdetben nulla amíg nem érünk valamelyik tömb végére, ha az első tömbben levő érték kisebb, akkor betesszük az eredmény tömbbe, mivel tudjuk, hogy ez biztosan páros érték, és nem kell ellenőrizzük, hogy páros-e vagy sem. Ha a második sorozatból beolvasott érték kisebb, akkor itt csak a páros értéket tesszük az eredmény tömbbe. Ha van még érték a második sorozatban, akkor ezt beolvassuk mivel az első töm csak páros értékeket tartalmaz, abban az esetben, hogyha oda jutottunk, hogy a két érték egyenlő, akkor ezt egyszerűen csak betesszük az eredmény tömbbe, és beolvassunk egy-egy új értéket, tovább megyünk a tömbökbe. Mindezt addig ismételjük, ameddig az első sorozatnak vége lesz. Ha az első tömnek nincs vége, akkor innen az összes megmaradt értéket betesszük az eredménytömbe, ezeket tudjuk, hogy biztosan párosak. Ha a második sorozatban vannak még értékek, akkor ezeket fogjuk betenni, és tovább megyünk. Akkor olvassunk be új értéket, hogyha van mit, tehát még nem értünk a szövegállomány végére. A végén kiérjük az eredményt. Ha az elemek száma nulla, akkor kiírjuk az üzenetet, hogy nincs ilyen érték, és minden más esetben kiírjuk az elemeket a tömb végétől az eleje fele, mivel ugye növekvő sorrendbe tettük be az eredménytömbbe az értékeket, és nekünk csökkenő sorrendbe kellenek ezek. Nézzük a második módszert ugyanerre a feladatra. Mivel láttuk az első a, megoldási módszernél, hogy a, szükségünk van mindenképpen két tömbre, ezért a, azt fogjuk csinálni, hogy mindkét sorozat páros értékeit betesszük egy-egy tömbbe, a, ezek a tömbök a, növekvő sorrendbe fogják tartalmazni az értékeket, majd a, mindkettő végéről indulva az összefésülés algoritmusát használva kiírjuk az összefésült sorozatot. Itt a hatékonyság futási idő szempontjából azért lesz hatékony, mert az összefésülés algoritmusát használva egyszerre megyünk végig a két tömbön, és ki is írjuk az eredményt. Lássuk akkor a megoldást. Beolvassuk a sorozatok elemeinek számát, ez M és N lesz. A két növekvő sorozat páros értékeit betesszük a T1, illetve T2 tömbbe, és legyen az új tömb elemeinek száma M1, illetve N1. Ha a két tömbbe nem került egy érték sem, akkor az eredeti sorozatok nem tartalmaznak páros értéket, tehát kiérjük a megfelelő üzenetet, hogy nincs ilyen érték. Minden más esetben indulhat az összefésülés. Tehát ível indulunk az első tömb végéről, jével pedig a második tömb végéről, amíg valamelyik tömb elejére nem érünk, a, kisebb vagy a nagyobb értéket kiíratjuk, és amelyik tömbből kiírattuk, ott fogunk tovább menni. Hogyha a második tömbben találtunk nagyobb értéket, akkor azt írjuk ki, és ott fogunk haladni. Hogyha a két érték egyenlő, akkor az egyiket kiíratjuk, viszont mindkét tömbben tovább fogunk menni. Ha az első tömnek nincs vége, akkor az összes megmaradt értéket kiírhatjuk, tehát ez már mikor az összefésülés része lejárt, akkor következik. Ha viszont a második tömnek nincs vége, akkor onnan írjuk ki az összes megmaradt értéket. Hát ezeket a feladatokat szántam nektek, itt látható még a könyvészet, és arra kérlek titeket, hogy oldjátok meg ezeket a feladatokat az általatok tanult programozási nyelvben, illetve a megjelent érettségi modelleket is oldjátok meg. Én sok sikert kívánok nektek, és köszönöm a figyelmet, csak tízest az érettségén. Sziasztok!